Az utolsó kérdésünk, hogy Jézus Krisztus tényleg létezett? Kicsoda Jézus? Sokan még az Isten személyével tudnak valamit kezdeni, de Jézus Krisztus személyével nem. Úgy vannak, igen, Isten van, de Jézus kicsoda? Mi az ő, mi, mi, miért Jézus Isten? Ki ő? Néhány dolgot szeretnék ezzel az egyik legfontosabb dologgal megemlíteni, és hét érvet bemutatni arról, hogy Jézus Krisztus létezett. Az ő küldetése megvalósult, és ő Istennek a fia volt, a mennyei küldött volt, hogy ő volt, van és lesz örökké létező, és teljesítette az ő küldetését az emberiség javára. Az első dolog, ami bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, a történelmi bizonyítékok, amelyek adottak, hiszen sok más irodalom van, ami beszél arról, hogy Jézus megszületett, ahogy Máté 2 megfogalmazza, amikor Jézus megszületett a judei Betlehemben, Heródes király idejében, imé bölcsek érkeztek napkeletből Jeruzsálembe. Tehát ezek a feljegyzéseket különféle történelmi iratokból is nyomon tudjuk követni, hogy tényleg így történt, tényleg Heródes idejében, tényleg Betlehemben volt egy Jézus, mint vallási tanítóként nevezik, vagy bárminek. Az egyik legismertebb Josephus Flavius volt, aki, aki igazolja ezt. Tehát a történelmi bizonyítékok. A más irodalmi, illetve feljegyzések és írások vannak arról, és beszélnek Jézus Krisztus életéről, akik igazolják azt, hogy ami le van írva hiteles dokumentumként a Bibliában, az újszövetségben, az a valóságban is így történt. Ugye már említettem Josephus Flávius, aki a zsidó történelmet írta meg, és ott részletesen leírja nem vallási nézőpontból, hanem történelmi tényanyagként, hogy Jézus Krisztus élt, munkálkodott. Takitus is beszél róla, és van még néhány ilyen szerző. A, a harmadik pedig a Biblia részletesen beszél Jézus Krisztus életéről, hiszen ez egyik legfontosabb üzenete, hogy Jézus Krisztus bemutassa az emberiségnek. Az egész Biblia Jézus Krisztusról szól, az Ószövetség profétailag szól, beszél Jézus eljöveteléről, prófétai. Cselekedetek voltak a különféle történésekben, amik Jézus Krisztusra utalnak, és utána eljött Jézus Krisztus a Földre, megvalósult Isten terve. Tehát az egész Bibliának a központi üzenete Jézus Krisztus, és részletesen leírja, négy tanú igazolja, négy evangélium különféle nézőpontból ugyanazt a történést, hogy Jézus eljött a Földre, Istenként emberré lett, egy küldetéssel jött, egy célral jött, hogy megváltsa, megsegítse, meggyógyítsa, helyreállítsa az emberiséget, és a te személyes kapcsolatodat a mennyei atyával. Tehát ez, a, ez amiről olvashatunk a Bibliában. Éh, hogyha ha bírósági eljárást kellene folytatnunk egy dologban, és negyedjére ezt szeretném megemlíteni, a bírósági eljárásban éh, általában akkor mondják ki, hogy valami igaz, ha van elegendő tanú ha van elegendő bizonyíték, és hogyha egy bizonyos számú tanú és bizonyíték ugyan egy dologra utal, akkor kimondják, hogy ez az igaz. És képzeljétek el, az, hogy Jézus Krisztus élt, erre tanúknak a sokasága van akik fizikailag találkoztak vele, és milliók és milliók pedig, akik szellemileg találkoztak vele. Tanuknak a sokasága igazolja ezt. Először ott voltak a tanúként a tanítványok. Ott voltak utána az asszonyoknak a sokasága, több mint 140 fő. Utána több mint 550 ember látta a feltámadottat. Utána pál egy új időszak kezdődik. Ő testben nem, de szellemben találkozott az Isten hatalmával ami megnyilvánult Jézus Krisztusba, és gyökeresen megváltozott az élete. És Páltól kezdve. Naponta több százezren találkoznak Jézus Krisztussal. A láthatatlannal, aki megtapasztalható, átélhető és valóságos isteni személy. É, ötödjére az Ószövetségi Proféciák igazolják. A bibliai Proféciáknak a 70%-a Jézus Krisztusról szól. A bibliai proféciák arról beszélnek, hogy majd Isten fog küldeni valakit, akit messiásnak hív a Biblia, aki segítséget hoz a mennyből az embernek, aki által megfordulhat az emberiség sorsa, de legfőképpen a te sorsod. És egy új időszak jöhet el. Erről számtalan profécia van. És ez be is teljesedett az evangéliumokban, ezért olvasunk számos olyan iratot a Máté 1.21-ben. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféták szája által. Tehát az ószövetségi proféciák. A hatodik, tudjátok miért? Mi? Mégpedig az, hogy tanuk, ezrei igazolják, minden korban, minden generációban voltak emberek, százak, ezrek, tízezrek, százezrek, akik találkoztak a feltámadottal, és igazolják úgy, hogy nem látták őt fizikailag, de személyesen kapcsolatba kerültek, és meggyőződéssel igazolták, hogy Jézus Krisztus él. És, és azzal szeretném befejezni, hogy ma, ezzel a Jézus Krisztussal lehet találkozni. És emberek milliói találkoznak a feltámadottal, és meggyőződéses emberekké válnak, hogy ami megvan írva a Bibliában az igaz, hogy ő él, és érdemes vele kapcsolatba kerülni, mert az emberi élet megváltozik. És olyan furcsa, én személyesen olyan furcsa történetekkel is találkoztam, ami egyre több ilyen az interneten több található, hogy emberi kéztől függetlenül, például egy arab sejk, mikor Dubajba voltunk, akkor hallottuk ezt a történetet, egy arab sejk, aki muszlimban hitben nőtt föl, aki, aki amúgy egy lázadó istentelen volt, és semmilyen vallásnak nem hitt, aki nem, nem ismerte Jézus Krisztust, egyszer álmába találkozott Jézus Krisztussal. Megjelent neki, és álmában megtért, és betöltekezett Szent Szellemmel, és mennyei nyelveken szólt, és úgy ébredt föl. Gondolj bele, milyen nem hétköznapi dolog. És attól kezdve Dubajba, ahol a bárki a keresztény hitet elkezdi terjeszteni, kizárják az országból. De a legfőbb sejknek a fiát nem zárták ki. És ma egy gyülekezetet vezet, és meggyőződéses keresztjén, és Istennek egy nagyszerű embere, és valahogy megtűrték. Mert valami olyan természetfeletti dolog történt. Tehát Jézus kijelenti magadat, magát minden embernek, aki keresi őt, még azoknak is, akik nem keresik őt. És bizonságot tesz arról, hogy Jézus élt, hogy Jézus meghalt, hogy Jézus feltámadt, hogy Jézus a mennybe ment, hogy minden hatalom az övé, hogy ő uralkodik, és ő küldetett el, hogy az embert kibékítse az Istennel. És ő az Istennek a fia, maga Isten lett emberré, hogy eljöjjön az emberért. És hogyha ez egy semleges dolog lett volna Jézus Krisztus születése, akkor az emberiség időzónáját nem osztotta volna ketté. Hogy Krisztus születése előtt és Krisztus születése után. Mert ezt minden korban érezték, hogy ez valami olyan nem hétköznapi, ez valami olyan természetfeletti, ami 2000 évvel ezelőtt megtörtént, hogy onnan egy új időszámítás kezdődött. És tudod, mi a jó? hogy amikor te találkozol ezzel a feltámadottal, a te életed idővonala is ketté fog válni. A megtérésed előtt és a megtérésed után. A Krisztussal való találkozásod előtt, amikor bűnbe istentelenül éltél, és a Krisztussal való találkozásod után, amikor egy új erőt kaptál, amikor tiszta szívet kaptál, amikor megváltozott az életed. A mi idővonalunk is megváltozik. Nekem hál' Istennek elég korán, 17 évesen történt. És nem csak az emberiség történetében az időségja változott meg, ketté osztotta Krisztus születése, hanem kívánom, hogy a te életedben is legyen egy ilyen találkozás ezzel a feltámadottal. Mert ő azt mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Miért jött Jézus? utat készítsen az atyához. Miért jött? Hogy megmutassa az ő igazságát. Miért jött? Hogy életet adjon. Ne csak létez, hanem igazi életed legyen. És örök életed legyen. Mit mond ma Jézus magáról? Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezt mondja róla a Biblia. Ő az Jézus Krisztus, az örökké való Istennek a képmása, a képe, aki eljött erre a földre. A János 3.17 pedig azt mondja, hogy ez a Jézus érted jött, mert szerettéged a Biblia azt mondja a másik helyen, néki adatot minden hatalom, mennyben, menjen és a földön. És a másik Biblia vers pedig azt mondja, hogy nincsen üdvösség senki másban, csak az Úr Jézus Krisztus nevében. Az üdvösség szó azt jelenti, nincsen bűnbocsánat, nincsen gyógyulás, nincsen örök élet, nincsen mennyek nincsen szabadulás, nincsen átokból való kijövés, csak az Úr Jézus Krisztus neve által. Ezért ismerd meg őt személyesen. Hívd őt segítségül személyesen, hogyha tévészerelő lennék, vagy valami számítógép szerelő, azt mondanám, hogy a kód a mennyhez. Vagy a PIN kód a mennyhez az Úr Jézus Krisztus. Ha beütöd, a mennyel közösségbe kerülsz. És ő személyesen bizonságot fog neked tenni, hogy ő él, és rá van szükséged, hogy az életed megváltozott. Kívánom, hogy kerülj bele kapcsolatba.